Sziasztok, kocsonyát fogunk készíteni, hozzávalók. 5 kg köröm, a körmöt egészben hagytuk, nem vágattuk szét, ne legyen szilánkos. Malacnak az orra, nem tettünk bele egész fejet, és nem tettünk bele csülköt sem, mert az nagyon zsíros, nekünk a zselatinra van szükségünk, zsírra nem. Farka körülbelül 1 kg, és bőre körülbelül 1,5 kg. Mi füstölt húst is szoktunk beletenni a kocsonyába. Teszünk még hozzá 2 sárgarépát, hogy szép színe legyen majd egy egész hagymát, amiről leszettem a külső héjat, de a belső barna héjat rajta hagyom, ez adja majd a szép színt. 100 g tisztított fokhagyma, mivel nagyon nagyok voltak a gerezdek, ezért ketté vágtam őket, de apróbra nem kell vágni, és egy teafilterbe betettem 5 g fekete borsot, illetve a só, ami 100 g. Ehhez az egészhez 10 liter vizet fogunk majd ebbe a nagy lábosba beletenni, és körülbelül 6 órán keresztül fogjuk gyöngyöző kislángon, ahogy egy leves szoktunk, főzni. Minden alapanyagot betettünk egy 25 literes lábosba, a vizet is. Látjátok, a víz nem ér a lábosnak a tetejéig, így sokkal kényelmesebb lesz vele dolgozni. Most ezt fölrakjuk a tűzhelyre, 6 óra múlva, körülbelül 6 óra múlva fogunk újra foglalkozni vele. Eltelt 6 óra, a kocsonyánk megfőtt, a körömből a csontot tökéletesen szépen ki tudjuk venni. Most az a dolgunk, hogy az összes húst ki fogjuk csontozni, és tálkákba fogjuk őket tenni, és ha ezzel végeztünk, akkor a legvégén le fogjuk szűrni a kocsonya levét. A kicsontozott körmöt egy jénai tálba szedtük. A kocsonyából szűrővel kiemelt fokhagymát pépesre nyomkodtam egy villával, és ezzel egy picit megkenegetem még ezt a körömhúsit. Így elrendezgetjük szépen a tálba, és most a tálat ki fogjuk vinni, hideg helyre fogjuk tenni. Ezáltal a köröm szépen oda fog tapadni a tálnak az aljához, és amikor majd fölöntjük a kocsonya levével, akkor sem fog felúszni a tetejére, hanem szépen alul fog maradni. Elkészült a kocsonyánknak a leve, lehűlt, a zsír a tetejére feljött és megfagyott. Talán látszik egy kicsit a remegés. A húsikat ugye tálakba szedtük, és most a következő fázis az, hogy leszedjük a zsírt a kocsonya lé tetejéről. Ezt amennyire lehet, teljesen precízen és maradéktalanul le fogjuk szedni. Egy kanál segítségével. Nem baj, hogyha egy kis kocsonya lé is jön vele. Az a lényeg, hogy zsír egyáltalán nem maradjon rajta. Hát ezt szerettük volna elérni, lezsírtalanítottuk a kocsonya levét, és most egy kisebb lábosba átszedve, kisebb mennyiségben fogjuk folyamatosan fölmelegíteni, de nem fölforralni, hanem csak épp hogy megmelegíteni, annyira, hogy folyos legyen, hogy a tálakba át tudjuk majd szedni. A levet folyamatos kevergetés mellett melegítjük fel. Amennyire tudjuk, a darabokat még akár a merőkanállal szét is vághatjuk. Egy a lényeg, hogy nem szabad melegnek lennie. Abban a pillanatban, ahogy a lé felolvat, már merjük is rá a húsokra a levet. Nem kell fölforralni, nem kell megmelegíteni, épp hogy csak annyira, hogy folyóssá váljon. Ennyire pontosan elég a levet fölmelegíteni. Látjátok, még vannak benne darabok, de az nem baj. Szépen el fog olvadni, de már merhetjük is a levet rá a húsira.
mivel a húsit is ugye kint a hidegen hűtöttük ki, fagyasztottuk le gyakorlatilag, hát hiszen ilyen 0-1 fok körül van kint a hőmérséklet, ezért ez tökéletesen oda dermet a tálnak az aljára. Látjátok, hogy nem is úszik fel a hús a tál tetejére, hanem szépen alul fog maradni, és a kocsi mellé fog fölülre kerülni. Így lesz szép busztusos a kocsonyánk. Meg is vagyunk, a lé teljesen ellepte a húsit, most a levet vissza fogjuk vinni a hidegre, ott meg fog dermedni, és utána már lehet is fogyasztani. A kocsonya elkészült, mi fogyasztás előtt mindig kiszoktuk venni a hűtőszekrényből, vagy a kinti hidegből behozzuk, 20-30 percet szoktuk szobahőmérsékleten állni hagyni, úgy sokkal finomabb, mint hogyha nagyon hideg. A kocsonya nem véletlenül vált a hagyományos népi konyha szerves részévé, télen készítették ugye ezt az ételt régen, ugyanis zsírszegény, kalóriaszegény, viszont nagy mennyiségben tartalmaz zselatint, ami a porcoknak a gyógyszere, meg az ízületeknek ugye, és a zselatin pedig nagy mértékben tartalmaz kollagént, ami a bőrnek, hajnak, körömnek gyógyszere. A kollagén beépüléséhez C-vitaminra van szükség, ezért nagyon helyesen és okosan tesszük, ha a kocsonyát frissen facsart citromlével fogyasztjuk. Jó étvágyat kívánunk!